Marad a magas ár. A drágulás dinamikája lassul, de az áremelkedés marad az építkezések tekintetében 2019-ben is. Online képzés a sertéspest is miatt. Január közepétől akár az interneten keresztül is letölthetik a tananyagot, és levizsgázhatnak a vadászok a vadászathoz szükséges járványvédelmi képzésből. Sok az urnás temetés. Tavaly több mint 800 urnás temetést hajtottak végre a Nyíregyháza önkormányzatához tartozó temetőkben. Ez a szám az összes temetés 65%-a. A drágulás dinamikája lassul, de az áremelkedés marad az építkezések tekintetében, közölte a Szabolcs megyei építészkamara elnöke. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kedvezményes lakásáfa látványosan fellendítette az építőipart, ez azonban évvégétől megszűnik, kivéve, ahol tavaly novemberig építési engedélyt kaptak a tulajdonosok. A családi házak helyzete bonyolultabb lehet, ugyanis az egyszerű bejelentési eljárásnak köszönhetően azoknál már nem kell építési engedélyt kérni, ott az elektronikus építkezési napló lehet a mérvadó, erről viszont minden tulajdonosnak egyénileg kell tájékozódni. Az elmúlt években folyamatosan emelkedtek az ingatlanok négyzetméter árai, az építkezési kedvet pedig a 2016. január 1-én bevezetett, 5%-os lakásáfa is erősítette. Az építkezési kedv látványosan fellendült az áfa kedvezményes időszakban, ez igaz a családi házakra, de még nagyobb mértékben a társasházak építésére. A korábbi 27%-ról akkor 5%-ra csökkentették az áfát, de már akkor is kiemelték, hogy átmeneti időszakról van szó, 2019. december 31-ig érvényes. A határidőt betartja a kormány, ezt be is jelentették tavaly nyáron. Végül annyit módosítottak a törvényen, hogy azok az ingatlanok, ahol 2018. november 1-ig építési engedélyt szereztek, ott még 2023. december 31-ig érvényes a kedvezmény. Itt egy izgalmas kérdés azért fölmerül. A családi házak világában az egyszerű bejelentési eljárás, ahol nem kell építési engedélyt egyébként kérni, hogy ezeknek a világában hogy kell érteni ezt a dolgot. Én a kamara elnökeként próbáltam tájékozódni, és egy-két mértékadó helyről az a képem, hogy ebben az esetben viszont ugye ott az építési napló megkezdése, az elektronos e-naplónak hívjuk ezt, ennek a megkezdettsége állapota egyfajta mérföldkő. Az én mai tudásom szerint a feltöltött és megkezdett e-naplóval rendelkező építkezésekre az egyszerű bejelentésnél elvileg ugyanez a szabály vonatkozik, de mindenkinek javaslom ennek mértékadó helyen nézzenek utána. Elsősorban a társasházi piac négyzetméter árain lehet látni az emelkedést. Nyíregyházán az új építésű ingatlanok esetében körülbelül 300-320 ezer forinttal, vagy még annál magasabb árakkal kell számolni. A BMW építkezése regionálisan is hat az ingatlanpiacra, mint Szabolcs, mint pedig Hajdú megyében akár 100 ezer forinttal is növelheti a négyzetméter árakat a gyár működése. Egy biztos, hogy a emelkedő trend, úgy ítéljük meg a szakmába, vagy úgy véljük, hogy a dinamikája a drágulásnak lassulóban van, vagy lassulni fog, de hogy tovább emelkednek az árak, az továbbra sem kérdés. Itt a mi térségünkben például a BMW hatalmas építkezése itt áll a küszöbön, és regionális hatásokkal fog jelentkezni, abban teljesen biztosak vagyunk. A Nyíregyházán a 400 felé tendáló árak, Debrecenben inkább 500 felé tendálnak manapság, és ez ennek további emelkedése várható, de hogy a legrémítőbbet is mondjam. Budapesten a belvárosi kerületekben az ottani lakásárak 1 millió forint körül vannak és ott álltak be. Ez nem jelenti azt, hogy a 10 kezdetű kerületekben adott esetben ne lehessen mondjuk 500 ezer forint körül is vásárolni Budapesten, de nagyon nagy a szórás. Egyébként pedig az egyéb ilyen prosperáló ipari régióink, Győr környéke, Kecskemét környéke, tehát az Észak-Dunántúl és a többi, ezek viszik a prímet, és hát azért a megyeszékhelyek mindenütt erősebb árszintet diktálnak. Az építő anyagok és a munkadíjak drágulása idén is folytatódik, de nem olyan mértékben, mint tavaly. 2018 egy kiugró évnek számít az építőiparban. Időnként még anyagellátási problémákba is ütköznek az építkezők.
főleg ha több szakemberrel és vállalkozóval dolgoznak egy építkezésen belül. Amíg korábban heteket vártak egy-egy jó építőipari szakemberre, most hónapokat, néha több, mint fél évet is. Az, hogy kifizeti majd a plusz költségeket, ha átcsúszik egy-egy beruházás 2020-ra, az a szerződésektől függ, hogy abban a vételár megállapítása bruttó módon, tehát az áfával növelt vételárral együtt, vagy pedig nettó módon, vagyis nettó vételár plusz áfával történt. Szakportálok szerint sok építkezés a nagyfokú munkaerőhiány miatt csúszott meg az elmúlt években. 2018-ban több mint 800 urnás temetést hajtottak végre a Nyíregyháza önkormányzatához tartozó temetőkben. Ez az összes temetés 65%-a. Az elmúlt évekhez képest nagyot ugrott az ilyen típusú temetések száma, aminek a fő oka a szolgáltatások áraira vezethető vissza. A nyíregyházi északi temetőben jelenleg 100 000-es nagyságrendben mérhető a foglalt sírhelyek száma. A közel 32 hektáros temetkezésre alkalmas területből alig 3 hektár betemetetlen. 2018-ban 1309 temetést hajtottak végre. Ebből 876 volt urnás, a fennmaradó pedig koporsós temetés volt. A temetési típusokat tekintve ez egy 65%-os arányt képvisel az urnás temetések összességében. Ez egy jelentős növekedésnek számít. 2005-ben az urnás temetések aránya 35%, 2011-ben 48%, mi 2018-ban pedig 65%-os volt ez az arány. A halálesetek száma minimálisan emelkedett az előző évekhez képest, ennek tekintetében még jelentősebb az urnás temetések számának növekedése. Ennek fő oka az, hogy ez a temetkezési típus jóval olcsóbb, mint a hagyományos koporsós temetés. Egy átlagos urnás temetés esetében sírhelydíjak, igénybevőszolgáltás, hűtés, hamvasztási tevékenységgel összességében átlagosan 250 000 forint a Nyíregyháza területén a temetési költség, míg egy koporsós a felhasznált kellékek, illetve a szolgáltások figyelembevételével, hogy milyen sírhelyet választanak, milyen temetési kelléket választanak, közel egy 400 000 forintos temetési költségről beszélhetünk. Nyíregyházán a temetői főkönyvet, amely a temetkezési adatokat, sírhelyeket és urnákat nyilvántartja, 1930 óta vezetik. Rohamosan terjed az influenza. Az év harmadik hetében kétszer annyi, 38 200 beteg fordult orvoshoz panaszával, mint egy héttel korábban, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán közzétett heti jelentéséből. Ellentétben a múlt évvel, amikor a B-vírus törzs okozta a legtöbb súlyos megbetegedést, a Magyarországon végzett laboratóriumi vizsgálat eredményei alapján idén az A-vírus törzs okoz megbetegedést. Ezt erősítik az eddigi európai adatok is, ahol a minták 98%-a ehhez a törzshöz köthető. A két leggyakoribb A-törzset a 3 és 4 komponensű oltások is tartalmazzák, így, bár a járvány ezen szakaszában ez még csak valószínűsíthető, bármely vakcina megfelelő védelmet nyújthat a következő hetekben, hónapokban várható járvánnyal szemben, írták. A hiradó.hu beszámolója szerint valamennyi közigazgatási területen emelkedett az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulás gyakorisága az előző héthez viszonyítva, és számos kórházban részleges vagy teljes látogatási tilalmat rendeltek el. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Jósa András oktatókórházában hétfő óta részleges látogatási tilalom áll fenn számos osztályon. Már online is elérhető az a járványvédelmi képzés, melynek elvégzése az afrikai sertéspestis vírusával fertőzött területeken a vadászat feltétele. A hagyományos oktatáson eddig mintegy 3100 vadász vett részt megyénkben, azonban januártól könnyítésként már online is letölthető a tananyag, és az arra kijelölt felületen le is lehet vizsgázni. Az afrikai sertéspestis vírusa miatti intézkedések számos feladatot adnak a hatóságoknak és a vadászoknak. Május óta a vadászkamara a kormányhivatallal együttműködve 16 alkalommal tartott képzést a megye vadászainak, melyeken több mint 3000-en már le is vizsgáztak. Nyilván a 3100 fő, aki ezt elvégezte, mutatja, hogy roppant nagy az érdeklődés, hiszen a vadászok felelősséget éreznek itt a vad iránt, és mindenkinek elemi érdeke volt, hogy tisztában legyen azzal, hogy mit és hogyan kell csinálni.
Viszont ez roppant megterhelő, hogy mindenkinek a megye minden pontjáról be kellett autózni, sokan nem tudtak eljönni, más megyékből is volt, aki szerette volna teljesíteni, átjárások voltak, ami senkinek nem praktikus, és ezt mi szorgalmaztuk is, igaz, hogy ezt szakmán belül, de szorgalmaztuk a NÉBIK felé, a megyei kamarák, hogy jó lenne egy olyan portál, ahol ezt a vizsgát teljesíthetik erre aktív emberek, és gyakorlatilag ennek az eredménye az, hogy ez a portál létrejött. A képzés tananyaga a segédanyagokkal együtt elérhető az interneten, illetve letölthető PDF formátumban is. Online vizsgázni csak a tananyag elolvasását követően lehet január 14 és december 13 között. Sikeres vizsga után pedig a tanúsítvány akár azonnal le is tölthető. Ugyanaz a feladat, ugyanaz a követelmény, mint a eddigi személyes képzéseknél, van egy tananyag, azt végig kell olvasni, csak utána engedi vizsgázni az illetőt ez a felület, és ugyanúgy teljesíteni kell a vizsgát 60%-os jó válaszadással. Az online felület nem csak a vizsga megszerzésére alkalmas. A vadászok a honlapról napra pontos információt kapnak, hogy a betegség hol tart, és vadászként hogyan kell eljárniuk, ha problémát észlelnek. A betegség gyors felismerése pedig a hazai állattartók szempontjából is kiemelten fontos, tette hozzá Fazekas Gergely. Hazánkban évente 20-25 ezer ember hal meg hirtelen szívhalál miatt, 70%-uk azonban megmenthető lenne, ha szakértői segítséget kapnának a mentő kiérkezéséig. Ezért a 100 éves Patika is csatlakozott a Te vagy a hős programhoz, ahol egy ingyenes tanfolyam keretében lehet elsajátítani az 5 alaplépést vész esetére. 4 perc. Néha csak ennyi múlik egy ember élete, ugyanis ennyi idő szükséges ahhoz, hogy miután leállt a szív, az agysejtek az oxigén hiány miatt pusztulni kezdjenek. A hirtelen szívleállás évente Magyarországon közel 25 ezer ember halálához vezet. Ezért a szakemberek nem győzik eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az újraélesztés képességének elsajátítása. Gyógyszerészként nem csak az a feladatunk, hogy betegségeket gyógyítsunk, hanem a betegség megelőzés is a munkánknak a része. Mi itt a 100 éves Patikában sok energiát és időt fordítunk arra, hogy egészség megtartó programokat szervezzünk. Ilyen program a Te vagy a hős is. Ezt 2 egészségügyi szakember találta ki, és a Teva gyógyszergyár karolta fel azzal a céllal, hogy a lakosság számára minél szélesebb körben elérhető legyen. Maga a program az egy laikusok által is könnyen megtanulható, néhány lépésből álló újraélesztési technika. Ez 5 lépésből áll. Az első a beteg reakció képességének felmérése. Ha nem reagál semmire, eszméletlen. Ezután a fejet hátra kell hajtani. Ha így nem hallható és látható a légzés, azonnal hívni kell a mentőket. Amíg a szakemberek kiérkeznek, meg kell kezdeni az újraélesztést. Ezt azonban a legtöbben nem merik elkezdeni. Talán ennek az egész programnak ez a legnagyobb üzenete, hogy érdemes erre rászállni egyszer egy negyed órát, fél órát, mert körülbelül ennyi idő alatt elsajátítható, és hogyha valaki ennek a tudásnak a birtokában van, akkor egy krízis helyzetben képes lesz arra, hogy cselekedjen, megmentsen egy ismeretlen vagy akár egy családtagnak az életét. Még ugye másik esetben, ami inkább jellemző, az ember egy ilyen krízis helyzetben megijed, és cselekvés képtelenné válik. A Te vagy a hős program keretében rövid időn belül bárki elsajátíthatja a folyamat helyes elvégzését egy labda segítségével. A program ingyenes január 25-én pénteken 14 órától a Halczeltéri 100 éves patikában. 3 millió forint értékű cigarettát találtak a pénzügyőrök egy házilag átalakított járműben a határon. Egy ukrán férfi autójában mintegy 3000 doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök Beregsuránynál. A férfi a jövedéki termékről nem tett nyilatkozatot, remélve, hogy a NAV munkatársai előtt rejtve marad a csempészáru. A tételes vámvizsgálatnál azonban kiderült, hogy a jármű padló lemezét csempészésre alakították át. A pénzügyőrök a dohánytermékeket és a gépjárművet is lefoglalták. A sofőr ellen költségvetési csalás miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál, valamint 6 millió forint vámigazgatási bírságot is kiszabtak. A hétvégén 4. alkalommal rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség szervezésében a Junior Kupa nemzetközi utánpótlás tornát. Kisvárdán és Nyíregyházán 22, köztük 12 határon túli együttes lép majd pályára.
A megyei kézilabda szövetség 2015-ben rendezte meg először a Junior kupát, azzal a céllal, hogy a keleti országrész utánpótlás csapatai nemzetközi mérkőzéseken más kézilabda kultúrákból érkezett együttesekkel szemben is lemérhessék tudásukat. A rendezvény sikere után következett a folytatás, és bár egy év kimaradt, ezen a hétvégén negyedik alkalommal találkoznak hazai és határon túli magyar lakta települések csapatai. A lányok a 15 és 19 éves korcsoportban, a fiúk pedig a 16 és 20 éves korosztályban mérik össze tudásukat a megye négy sportcsarnokában. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a rendezvényünket, minden évben ezen indul egyébként nekünk a rendezvényeink sorozata. Most jelenleg közel 500 résztvevője van a rendezvénynek, 44 mérkőzés fog zajlani, 22 csapatot várunk, ebből egyébként 12 külföldi lesz, 19 csapatnak kell egyébként szállást biztosítanunk, megyénket is képviseli, Kisvárda például, Nyíregyháza és Fehérgyarmat, és a külföldi csapatok, amelyek érkeznek hozzánk a Felvidékre, a Párciumra és Kárpátaljáról várjuk őket. A tornán nem csak a játékosok, hanem a játékvezetők is számot adhatnak tudásukról, ugyanis a megyei szövetség által elindított játékvezetői utánpótlás mentorprogramban résztvevő fiatalok vezetik majd a meccseket. Minden évben elindítjuk a Jam programunkat, hiszen minden évben indítunk alapfokú játékvezetői tanfolyamot, az ezen résztvevő tehetséges fiatalok kerülhetnek be a Jam programba, és hát nem titkolt szándékunk egyébként, hogy ezt a nemzetközi utánpótlás tornát arra is felhasználjuk, hogy ők meg tudják mérettetni magukat. A torna első meccse pénteken 15 órakor kezdődik a Kisvárdai Szent László gimnázium sportcsarnokában. A csoportmeccseknek szombaton még a nyíregyházi Veselényi és a Kisvárdai Besenyei csarnok ad otthont. A helyosztókat és a döntőket vasárnap rendezik a Szent László gimnáziumban és a Kisvárdai Városi sportcsarnokban. 6 csapat játszott Nyíregyházán a regionális kosárlabda diák olimpia elődöntőjén a Bárczy Gusztáv iskolában. A megyeszékhely negyedik alkalommal biztosított helyszínt a regionális megmérettetésre, amelyet a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége szervezett. Az elődöntő után 2 csapat vehet részt a diák olimpia országos döntőjében. A csapatok bevonulásával kezdődött a regionális kosárlabda diák olimpia elődöntő csütörtök délelőtt. A tanulásban akadályozott tanulók részére először a Bárczy Gusztáv iskolában szerveztek megyei kosárlabda tornát 10 évvel ezelőtt. A megyei diák sport életéhez szervesen kapcsolódik a fogyatékkal élő sportolók közössége is, közölte Baracsi Endre köszöntőjében. Őket ugyanúgy kezeljük, mint az egészségeseket, és azt hiszem, hogy ez a helyes, és ez az egyetlen út, ami járható. Igyekszünk minden rendezvényen természetesen őket is megemlíteni, sőt, ugye a diátadónkba is, diátadónkat is együtt szoktuk megoldani, hogy mind az egészségesek, mind pedig a fogyatékosok egy rendezvény keretein belül kapják meg azokat az elismeréseket, amelyre úgy gondolom mindenkinek szüksége van. A mai rendezvény pedig azon túlmenő, hogy egy sportrendezvény és egy diák sportrendezvény, ezen jóval túlmutat, hiszen lehetőséget biztosít a sportoláson túl arra is, hogy ők is valóban a saját közösségeiken belül olyan élményekkel bővítsék, olyan élményekkel gazdagítsák az életüket, amelyek azt hiszem, hogy az egészséges fejlődés, az egészséges növekedés szempontjából mindenképpen fontosak és szükségesek. A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége 5 éve rendez diákolimpiát, és azon belül kosárlabda tornát is. Minden megyében szerveznek külön versenyeket, majd régiós megmérettetést. Ennek Nyíregyháza már negyedik alkalommal biztosít helyszínt. Idén 4 csapat Szabolcsból, 1 csapat Hajdúból és szintén 1 csapat Borsod megyéből érkezett az elődöntőre. Az elődöntő után 2 csapat vehet részt az országos döntőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az elmúlt években mindig eredményesen szerepelt a végső megmérettetésen, főleg a nyírbátori Éltes Mátyás általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium csapata halmozta az érmeket. Ők első, második, harmadik helyezést mindig minden évben hát elérték, és tényleg nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, hiszen ez az, amellett ugye, hogy csapatverseny, azért meg tudják mutatni egyénileg is magukat, hogy mire képesek, mert egy-egy kosárt, hogyha ugye elérnek, az nagy öröm számukra, és ez az iskolában, tehát az összetartó erőt, az egymásra való figyelés, a személyiségük hát fejlesztésében is nagyon-nagyon jó dolog. A sport a következő héten is nagy szerepet kap a Bárczy Gusztáv iskolában. Január 31-én a regionális zsinórlabda diákolimpia elődöntőjét szervezik az intézményben.
Elbúcsúzott a női röplabda CEF kupától a Fátum Nyíregyháza. Honlósi László együttese a nyolcad döntő visszavágóján a Continental Arénában 3-0-ás vereséget szenvedett a francia Mühlhaus csapatától, így a vendégek kettős győzelemmel jutottak a legjobb nyolc közé. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Bár lassabban, de 2019-ben is tovább nőnek az árak az építőiparban. Drágulnak az építőanyagok és a munkadíjak is, de már nem olyan mértékben, mint tavaly. A kedvezményes 5%-os lakásáfa évvégi eltörlése pedig egyre nagyobb feszültséget okoz az ágazatban. Az ingatlanok négyzetméter árai a 400 ezer forintot is elérik majd a következő években Szabolcs megyében. Már online is elérhető az a járványvédelmi képzés, melynek elvégzése az afrikai sertéspestis vírusával fertőzött területeken a vadászat feltétele. A hagyományos oktatáson eddig mintegy 3100 vadász vett részt megyénkben, azonban januártól könnyítésként már online is letölthető a tananyag, és az arra kijelölt felületen le is lehet vizsgázni. 2018-ban több mint 800 urnás temetést hajtottak végre a Nyíregyháza önkormányzatához tartozó temetőkben. Ez az összes temetés 65%-a. A változás fő oka a szolgáltatások áraira vezethető vissza. A nyíregyházi északi temetőben jelenleg 100 000-es nagyságrendben mérhető a foglalt sírhelyek száma. A közel 32 hektáros temetkezésre alkalmas területből alig 3 hektár maradt betemetetlen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 24-én csütörtökön, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtökön este túlnyomóan borult lesz az ég, havas eső, havazás egyaránt várható. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 fok körül alakul. Péntek estig erősen felhős vagy borult lesz az ég, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 fok körül alakul. A hétvégén hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, és csak szorványosan valószínű csapadék, hó, havas eső, ónos eső, eső egyaránt előfordul. A következő napokban nagyrészt erősen felhős lesz az ég, a jövő hét elején többfelé, a hét közepén elszórtan számíthatunk vegyes halmazállapotú csapadékra. Eleinte csípősebbek lesznek a hajnalok, majd kissé gyengül az éjszakai lehűlés, a maximum hőmérséklet is emelkedik 1-2 fokkal.